Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Fajtól Fali könyveslog csatornája. A mai videó egy BookTag videó lesz. Ebben a videóban ki fogom tölteni a Félek elolvasni mert BookTag-et, amelyre Kinga hívott ki még tavaly május környékén, amikor ő is kitöltötte ezt a BookTag-et. Egyébként ez a BookTag Borkától indult, a Borkaric csatornáról, ő látta ezt valami külföldi videóba és fordította le a kérdéseket, és abban az időszakban egészen sokan kitöltötték, köztük Kinga is, aki kihívott rá, viszont akkor nem volt időm kitölteni, de újra előszedtem, és meg fogom válaszolni ezeket a kérdéseket, mert szerintem nagyon-nagyon jók, és jó könyveket lehet mutatni rá. Ez a BookTag egyébként lehetne akár egy ilyen anti-TBR is, hiszen a kérdések alapján olyan könyveket kell mutatni, amit az ember még nem olvasott, és nem is tervezi, mert fél valamilyen szempontból tőle. Én nem teljesen ez alapján fogom megválaszolni a kérdéseket, és lesznek olyan könyvek is, amiket nagyon-nagyon szerettem, mégis valamilyen szempontból ideillenek ehhez a ponthoz, de lesznek benne természetesen olyan könyvek is, amelyeket nem olvastam, és nem is tervezem olvasni őket. Nézzük is akkor a kérdéseket, és az első így szól: Félek elolvasni, mert nagyon vastag a könyv, és erre egyértelmű válaszom van, ami nem más, mint David Foster Wallace-nak a Végtelen tréfa című könyve, amely több mint 1100 oldal nagyméretű és nagyon-nagyon sűrűn teleírt, úgyhogy biztos, hogy a valóságban vagy egy más szedéssel ez még több lenne. Szóval ennek a terjedelme az tényleg igen nagy, egy ilyen gigantikus opusz, és nem csak a terjedelme miatt félek úgymond elolvasni, hanem a híre miatt is, hiszen ezt a könyvet egy ilyen hipster bibliaként tartják számon, vagy legalábbis ez áll a fűszövegben, hogy hipster bibliaként kanonizálódott főműről van szó, és mint ilyen fogalmam sincs, hogy fog-e majd tetszeni, de mindenféleképpen akarok adni neki majd egy próbát, nem biztos, hogy a közeljövőben, de egyszer az életben biztos. A könyv egyébként 1996-ban íródott, és nagyon jól visszaadja a 90-es éveknek a hangulatát, és ezt az egész popkulturális hátteret, amely a Sajtburgerekből és az MTV-ből áll, viszont maga a történet egy kitalált jövőben játszódik, ahol az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó már összeolvadt egy ilyen szuper hatalommá, és ebben többféle szereplőt követünk, vannak közöttük drogosok, akik valamilyen drogrehabilitációs központban vannak, vannak elit teniszklub tagok, akik belekeverednek valamibe. Szóval nagyon sokféle szálon fut a történet, nagyon sok téma felmerül benne, és ez a sok szereplő nem akar mást, mint megtalálni a Szórakoztatás című filmnek a mesterkópiáját, amelyről azt tartja a városi legenda, hogyha ezt valaki egyszer megnézi, akkor soha többé nem akar semmi más csinálni az életben. Szóval biztosan van ebben a könyvben egy jó adag társadalomkritika is, a korabeli hedonista életmódra és a szórakoztató iparra vonatkozóan is. Úgyhogy érdekesnek hangzik, nem tudom, mikor fog nekiállni, de majd egyszer biztos. A második pont így hangzik: félek elolvasni, mert felkapott, és ehhez nem is könyvet mutatnék, hanem két női szerzőt mondok, akik nagyon-nagyon népszerűek, én mégis valamiért kicsit ockodom tőlük, vagy félek elolvasni a könyveiket, mert arra gondolok, hogy talán nem fog tetszeni, és az egyik nem is megalapozatlan, hiszen ettől a női szerzőtől már olvastam egy könyvet, és az kevésbé tetszett, és nem más, mint Elena Ferrante. A könyv, amit olvastam Ferrantétől, a legelső regénye volt, a Tékuszó szeretet. Nekem ez egyáltalán nem tetszett, és nem hozta meg a kedvemet ahhoz, hogy még többet olvassak tőle. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik a Brilliáns barátnőm sorozatot. Itt egyébként a téma az, ami nem annyira vonz, valahogy a toxikus női barátságokról nem annyira szeretek olvasni, úgyhogy valószínűleg ettől emiatt is ockodom a Brilliáns barátnőm sorozattól. A másik női szerző pedig Valérie Perrin, akinek tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik a könyveit. Engem nem vonz, már a borító sem vonz ezekben a könyvekben, úgyhogy őt tudnám mondani ehhez a ponthoz. A következő pont így szól: félek elolvasni, mert rosszak az értékelései. Ehhez a ponthoz pedig egy izlandi könyvet fogok hozni, amit most fejeztem be februárban. Könyvtárból olvastam, de még szerencsére nálam van, viszont mire a februári összegzőt fel fogom venni, valószínűleg már vissza kell vinni, szóval most legalább meg tudom mutatni. Ez nem más, mint Steinar Bragitól a Felföld című könyv. Ettől a könyvtől egyáltalán nem féltem, viszont tényleg nagyon rossz százalékon nálam molyon, bár engem ez sosem szokott befolyásolni, ha valaminek érdekel a témája, akkor így is úgy is el fogom olvasni a százalékoktól vagy a véleményektől függetlenül, viszont meg tudom érteni az óckodást ezzel a könyvvel kapcsolatosan, már csak azért is, mert ez a könyv nagyon illeszkedik az Animus kiadónak a Skandináv krimik sorozatában, bár ez egyáltalán nem egy krimi, és nem is mondja magáról azt, hogy krimi, csak lehet, hogy valaki összetéveszti, vagy rossz polcról veszi le. A könyvtárban én is egyébként a Skandináv krimik polca közelében találtam meg, vagy azon a polcon találtam meg. Szóval lehet, hogy egy csomóan másra számítottak, mint amit ez a történet adni tudott. Egyébként, ha a műfaját kellene valamilyen szinten meghatározni, vagy valamilyen kategóriába beleszúszakolni, akkor talán a weird fiction lenne erre a legjobb szó, horror elemekkel ötvözve, bár ha jól tudom, akkor a weird fictionnek eleve
eleve része a horror, és ennek megfelelően tényleg nagyon-nagyon fura dolgok történnek ebben a könyvben. A történet középpontjában négy szereplő áll, két férfi és két nő, akik egy-egy párt alkotnak, és mindannyian a reykjaviki elithez tartoznak, nagyon gazdagok, sikeresek a munkájukban, és úgy döntenek egy nap, hogy elmennek kirándulni a felföldre egy luxus terepjáróval, és már hazafelé tartanak, amikor egyszer csak a sötétben, a semmiben feltűnik egy ház, és neki csapódnak az oldalának. Aztán azt veszik észre, hogy ebben a házban lakik két öreg ember, nagyon-nagyon furcsák, és gazdálkodóknak tűnnek, de a pajtában, illetve a különböző gazdasági épületekben nyoma sincs állatoknak, és nem mindegy, furák, az a lényeg, furák ezek az emberek, és próbálnak erről a tanyáról elmenni, hol egy kölcsön kocsival, hol gyalog, de mindig visszatérnek ehhez a nagyon-nagyon fura házhoz. Az alapszituációra egyébként bőven elég, hogyha ennyit tudtok, és nyilvánvalóan egy csomó nagyon fura dolog fog történni ebben a könyvben. Egyébként ezek a furaságok nagyon sokáig tényleg inkább csak furák, mint félelmetesek, aztán a könyv kétharmadánál, vagy utolsó 50 oldalánál azért bedurgulnak a dolgok, és ott már tényleg jönnek a horror elemek, viszont a könyvnek a nagyobbik része, talán azt tudnám mondani, hogy több mint a fele, az mégsem a weirdről, vagy a horrorról szól, hanem sokkal inkább az izlandi társadalomról, hiszen ennek a négy szereplőnek az életébe, a múltjába és az egymáshoz fűződő viszonyába nagyon mélyen és nagyon részletesen belelátunk, és maga a történet is egyébként a nagy gazdasági válság környékén játszódik, mármint a 2008-as nagy gazdasági válság környékén, amikor Izland is a csőd széléhez került, és ennek a négy embernek a sorsát ez is nagyban meghatározza. Szóval van benne egy erőteljes ilyen izlandi társadalom olvasat is, majd nagyon sok mindent megtudhatunk a korabeli társadalomról is, de nagyon sok szállal kötődünk a természethez, illetve az izlandi folklorhoz is, és az izlandi folklornak is elsősorban inkább a rém szegletéhez, vagy a rémes történetekre kell itt gondolni. Szóval nagyon jól keveredik szerintem ebben a könyvben a szoció, a pszichó és ez a weird folklor vonal, meg természetesen ott van a természet közeliség is, vagy ezenek az egész felföldi tájnak a kietlensége, sivársága és félelmetessége is. Ha valami igazán weird ebben a könyvben, akkor a vége az, és teljesen átértelmezi az előző 200-300 oldalt, sőt első olvasatra talán furának is hangzik, mert oké, megértjük, hogy akkor most mi a vége, de akkor tulajdonképpen zárójelbe került az előző 250-300 oldal, és én is így éreztem rögtön, amikor befejeztem a könyvet, hogy oké, akkor ez a vége, de akkor miről is olvastam az előző oldalakon, viszont ahogy egyre többet visszagondolok rá, nagyon sok kis elem a helyére kerül, és egyre jobban azt érzem, hogy nagyon mesterien merültünk alá ebbe a világba, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, és nagyon élveztem ezt a fajta befejezését is, de el tudom képzelni, hogy sokaknak ez kiveri a biztosítékot, vagy nem erre számítottak, és inkább csalódásnak élik meg a végét. Jöjjön a négyes pont, és ez így szól, félek elolvasni a címe miatt. Ehhez egy olyan könyvet fogok mutatni, amelynek a szerzőjét nagyon-nagyon szeretem, és szeretnék tőle egyszer mindent elolvasni, viszont ez az a könyv, ami a legfélelmetesebb tőle, és nem csak a címe miatt, hanem az iszonyatos terjedelme miatt, ez nem más, mint Olga Tokarczuktól a Jákub könyvei, amelynek nem az a cím, hogy a Jákub könyvei, hanem ez itt mind, tehát tulajdonképpen a cím az olyan, mintha egy egész oldalt kitenne, és egy nagyon-nagyon összetett történelmi regényről van szó, amelyben rengeteg alak felvonul, és mindezek az alakok valóságos történelmi személyek, és egy nagyon bonyolult, komplex, de nagyon átfogó képet ad a 18. századi Lengyelországról. A fűszöveg alapján a történet egyébként nagyon-nagyon szerteágazó, de a központi figurája az Jákub, aki egy nagyon karizmatikus zsidó ember, aki a 18. században érkezik Dél-Kelet Lengyelországba, és nagyon hamar óriási tábor gyűjt maga köré a tanításaival, és egy nagyon-nagyon fura tanítása van olyan szempontból, hogy ez sokaknak teljesen eretnek gondolata, amit ő képvisel, mások viszont politikai fantáziát látnak benne, ugyanis ez a Jákub azt hirdeti, hogy a zsidók üdvösségéhez a kereszténység felvételén vezet az út, még ha ez a felvétel formális is, és hát nyilvánvalóan ez a tanítása, ez nagyon sokaknál vegyes érzéseket, vagy ellenséges érzéseket szül. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nagy falat lesz ez a könyv, és teljes koncentrációt, vagy teljes odadást kíván majd az olvasótól, de nagyon-nagyon szeretném majd egyszer elolvasni. Nézzük a következő szempontot, ami az 5. Félek elolvasni a rettenetes borító miatt. Talán ez volt ez a pont, amire legelőször tudtam a választ a BookTok kérdései közül,
Mert van egy olyan könyv, aminek tényleg taszít a borítója, és nem is a magyar kiadásnak a borítója, hanem az eredeti amerikai borító az, ami totálisan kiveri nálam a biztosítékot. Ez nem más, mint Hana Yanagiharának az Egy kis élet című könyve. Ezt a könyvet először egyébként külföldi booktubereknél láttam, és már mindenki nagyon ódákat zengett róla, hogy mennyire jó és mennyire érdemes elolvasni. Én már a kezdetektől úgy voltam vele, hogy ezzel a borítóval én biztos, hogy nem fogom a kezembe venni, mert tényleg taszít ez a borító, és nem akarom tudni, hogy mi van benne, és mi van a történetben. Ehhez képest a magyar kiadás már valamivel jobb, mármint a borítót illetően, de ettől függetlenül nem hozta meg a kedvem az olvasáshoz. A következő pont így szól, félek elolvasni, mert rengetegbe került nekem. Ehhez megint csak nem tudok olyan könyvet mutatni, amit ne olvastam volna, és félek elolvasni, és nem is nagyon emlékszem olyan könyvre, amire olyan rengeteget fizettem volna, hogy emiatt gátolna az olvasásban, viszont mutatok egyet, ez Borbély Szilárdnak a Nincs Tőleg című könyve, amit szerintem már mutattam egy ilyen hasonló kérdéskör kapcsán. Ez azért került rengetegbe ez a könyv, mert ez az első kiadása még a Kaligramnál jelent meg, és nagyon sokáig beszerezhetetlen volt ez a könyv. Én is antikváriumban csaptam le rá, a borító árhoz képest 2000-es vagy 3-szoros áron, szóval szerintem nagyon-nagyon sokat fizettem érte, de még egy ilyen lélektani határon belül volt ez a könyv. Úgy voltam vele, hogy mindenféleképpen szeretném ezt a polcomon tudni a könyvet. A könyvtárból olvastam, de akkora élményt jelentett, hogy úgy voltam vele, hogy muszáj beszereznem, és akkor még nem lehetett tudni, hogy a jelenkor majd felkarolja Borbély Szilárdnak a hagyatékát, és újra megjelentetik a műveit. Szóval nem tudtam, hogy lesz ez majd olcsóban is beszerezhető, ezért rendeltem meg az antikváriumból. És ha jól tudom, annyi különbség van a két kiadás között, hogy az eredetiben, tehát az első kiadásban még benne van a GPS koordinátája annak a településnek, amiről a könyvben szó van, ami, ha jól tudom, a másikból kimarad, de mivel nekem ez a jelenkoros kiadás nincs meg, most lehet, hogy hülyeséget beszélek, de valamiért ez az információm van, hogy ez a másikban már nem került bele. A következő pont így szól, félek elolvasni, mert talán nehéz lesz, és ehhez James Joyce-tól az Ulysses-t választottam, ami szintén rajta van az egyszer majd elolvasom bakancslistán, és nem tudom, miért tartok ettől a könyvtől, szerintem egyébként a híre az sokkal félelmetesebb, mint maga a könyv, de ettől függetlenül én ezt egy picit ilyen nehéznek érzem, már így láthatatlanban is, de az is lehet, hogy egyszer csak bele kéne vágni, és akkor majd eldől, hogy nehéz vagy sem. Jön a következő pont, ami szám szerint a 8-as. Félek elolvasni, mert rossz élményeim vannak a szerzővel. Ehhez a ponthoz Thomas Pynchonnak a Súlyszivárvány című könyvét választottam, amely szintén egy eléggé terjedelmes mű, de nem csak ezért félek tőle, hanem azért is, mert Thomas Pynchontól olvastam egy sokkal kis vékonykább kötetet, viszont beletört a bicskám, vagy legalábbis az a fajta utalásrendszer, amit Pynchon felvonultatott, az az én fejem fölött teljesen elszállt, és nagyon-nagyon kevés ilyen kis humor morzsát, vagy humor bombát sikerült nekem önmagamtól felfedezni ebben a könyvben. Egyébként maga a történet izgalmasnak mondható, hiszen egy nyomozásnak a története, amelyben egy ilyen alternatív, vagy ilyen underground postaszolgálat után erednek a főszereplők. Szóval lehetett volna ez egy olyan nagyon jó nyomozó sztori, mint mondjuk a Rózsa neve, ami szintén tele van kulturális utalásokkal, de azért mégsem érzi magát az ember teljesen hülyének olvasás közben. Én viszont így éreztem magam, amikor ezt a Thomas Pynchon szöveget olvastam, hogy amik itt vannak utalások, referenciák, azok teljesen számomra megfejthetetlenek és érthetetlenek. És emiatt egyébként nem is volt jó élmény olvasni. A következő pont egy nagyon izgalmas pont. Félek elolvasni, mert nem alakult jól az idők során, és itt Borka is mondta a videójában, hogy itt az eredeti angol aztán az aging-et használta, szóval hogy nehezen öregedett, vagy rosszul öregedett ez a könyv. És ehhez egy olyan könyvet mutatok, amit szeretnék elolvasni, mert már van egy szuper magyar fordítása, és pár napon belül megjelenik, és ez nem más, mint Sigrid Undsetnek a Koszorú című könyve. Undset egyébként egy norvég szerző, aki ezért a könyvért, illetve ezért a trilógiáért Nobel-díjat is kapott, és megjelent ez a könyv a 30-as években magyarul, viszont olyan fajta félrefordítás volt benne, ami nagyon nehézé tette az olvasást, hiszen ez a könyv a 14. századi Norvégiában játszódik, és voltak éppen egy családregény, egyetlen egy nőnek az életét követjük nagyjából a születésétől a haláláig, és megkapjuk a korabeli Norvégiát, és egy nagyon nehéz női sorsot. Ezt a történetet egyébként Undset egy nagyon olvasmányos stílusban írta meg, viszont a korabeli fordításban, az angol és a német fordításában valamiért azt gondolták, hogy ennek a középkori történetnek egy ilyen középkori hangulatot kell árasztania, és sok ilyen arhaizáló elemet tettek a szövegbe, és a magyar fordítás is ezt követte. Most nem tudom, hogy azért, mert eleve nem az eredetiből, hanem az angolból vagy a németből fordították, vagy pedig a fordító is úgy gondolta, hogy illik
illik ehhez a középkori szöveghez, egy ilyen középkorias stílus. De mindegy, a lényeg, hogy nagyon olvashatatlan lett ettől a regény, és hát nyilvánvalóan nem is lett egy olyan nagyon nagy átütő siker. Viszont szerencsére most jön tényleg a magyar fordítása pár napon belül. Patad Bence fordította, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az eredetiből fordította, és egy nagyon jó olvasmányos könyvről lesz szó. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, és természetesen biztos, hogy el fogom olvasni, mert egy Nobel-díjas női szerzőről van szó. A tízes kérdés így szól. Félek elkezdeni ezt a sorozatot, mert tudom, hogy hosszú lesz. Na hát ez az a pont, amihez semmi ötletem sincsen, és passzolni is fogom, mert eleve nem vagyok nagy sorozat fogyasztó, de semmiképpen sem gátolna meg a hosszúsága a sorozatnak abban, hogy elolvassam, hogyha érdekel a téma, vagy érdekel a szerző. Úgyhogy ezt most átugrom, de van egy következő kérdés is, ami szintén a sorozatokra vonatkozik, ez pedig így szól, hogy félek elkezdeni, mert egy sorozat első része, és nem tudom, akarom-e majd folytatni a többi résszel. Tulajdonképpen ilyen sincs, viszont ez egy olyan könyvet fogok mutatni, ami egy trilógiának az első része, és engem nem igazán győzött meg ez az első kötet, és nem vagyok benne biztos, hogy be fogom fejezni ezt a trilógiát, vagy akarom folytatni ezt a sorozatot. Ez nem más, mint Rachel Kastnak a Körvonal című könyve, amely a Körvonal trilógia első része, és ebben a történet főhőse egy Faye nevű író, aki frissen elvált, és Athénba utazik éppen, hogy ott egy kreatív írás kurzuson tanítson, és maga a történet az tulajdonképpen 10 beszélgetésből áll, ahogy Faye találkozik ismeretlenekkel, vagy ismerősökkel Athénban a repülőgépen. Ezeknek a beszélgetéseknek a nagy része egyébként számomra teljesen súlytalan volt, és nem is igazán tudtam hova tenni őket. Szóval inkább a tartalommal volt itt problémám ebben a sorozatban, a stílus egyébként csillagos ötös volt, és nagyon-nagyon élveztem Kastnak a stílusát, és emiatt vacilálok, hogy folytassam ezt a sorozatot, vagy ne folytassam, viszont azóta megjelent már a szerzőnek egy önálló kötete is a Vendégház címmel, szóval lehet, hogyha folytatom is az életművét, akkor nem a sorozattal, vagy a trilógiával, hanem ezzel az önálló kötettel fogom folytatni. És az utolsó kérdés így szól, félek ajánlani ezt a könyvet, mert tudom, hogy nem való mindenkinek, na hát ez a legviccesebb kérdés, mert nem félek ajánlani senkinek semmilyen könyvet, bár tudom, hogy nem való mindenkinek minden könyv, hiszen ez így is van jól, nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokfélét olvasunk, és nem tetszhet minden mindenkinek. Viszont ez a pont, hogy egy olyan könyvet fogok mutatni, ami egy friss, nagy kedvencem, ez nem más, mint Milbaher Róbertől a Keserű víz című könyv, és ebben egyébként biztos vagyok, hogy nem fog mindenkinek tetszeni. A témája miatt sem, de inkább a stílusa miatt szerintem, hiszen meg kell szokni ezt az elbeszélést és ezt a szöveget. Nekem egyébként nagyon nagy élményt adott, de nem biztos, hogy mindenkinek ugyanezt fogja adni. A történet egyébként két szálon fut, az egyikben Milbaher Róbert nagyanyjának az élettörténete rajzolódik ki, a másik szálban pedig egy 19. század közepi szlavóniai telepes falunak az alapítását és az első éveit tekintjük végig, és az ottani emberi konfliktusokat, vallási konfliktusokat és minden egyéb konfliktusokat látunk. Nekem ez a második szál sokkal jobban tetszett, bár egyébként ennek a stílusa nehezebb, vagy legalábbis a szöveg nehezebb, és meg kell jobban szokni, de szerintem egyébként egy nagyon rendkívüli könyvről van szó, és én egyébként is szeretem, hogyha nem mindennapi a stílus, vagy legalábbis nagyon jó markásan felismerhető a stílus, és ez biztos, hogy elmondható erről a könyvről. Ezeket a könyveket tudtam nektek hozni erre a BookTagre, és nagyon remélem, hogy van közte olyan, ami felkúszott a várólistátokra, és egyszer majd elolvassátok, még azok közül a könyvek közül is, ami mondjuk nekem nem tetszik, vagy nem is akarom elolvasni. Lehet, hogy nektek az lesz a kedvenc könyvetek, ki tudja, nem vagyunk egyformák. És mivel nem vagyunk egyformák, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mik azok a könyvek, amiktől féltek valami oknál fogva. Írjátok meg kommentbe, illetve szeretnék kihívni pár booktubert arra is, hogy videós formában is töltse ki ezt a bookteget, és mutassa meg a nagyvilágnak, hogy mik azok a könyvek, amiktől rettegnek vagy félnek. Úgyhogy kedves Avilda a Szederbolt csatornáról, Enikő a Lapra Lap csatornáról, Fruzsi a Bats Library csatornáról, Andi a Kis Könyves Világ a csatornáról, és Réka a Saját Neve Alatt Futó csatornáról. Légy szíves, ha van kedvetek, töltsétek ki ezt a bookteget, nagyon várom a válaszaitokat, és nagyon bízom benne, hogy a rettegett könyveitek közül mi is találunk magunknak igazi csemegéket. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, és megnéztetek ezt a videót. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!